Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Digitális Téma 7 webinárium sorozat rendkívüli kiadásán, a 2021-es tavaszi digitális munkarend alkalmával igyekszünk egy kis összefoglalót adni arról, hogy mit érdemes megfontolni, mit érdemes átgondolni akkor, amikor a digitális oktatás nehéz terepére készülünk. A mai előadást ketten fogjuk tartani, bemutatom kollégámat, János Zsoltot, aki a Gödöllői Török Ignác Gimnázium tanára, digitális pedagógiai szakértő, nagyon régi Jedi, ha szabad ilyet mondani, és a Digitális Jólét Nonprofit Kft., a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és a Digitális Téma 7 csapatának a tagja. Én pedig Főző Attila vagyok, és ugyanennek a csapatnak a tagja, és a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa. És akkor nézzük meg, hogy mire vállalkoztunk, és miről szeretnénk ma beszélni. Online oktatás és digitális pedagógia. Nyilván nem maratoni előadásra készülünk, de azért igyekszünk minél több fontos dolgot elmondani, főképpen azoknak a kollégáknak, akik úgy érzik, hogy még egy folyamat elején vagy közepén tartanak. Hát azt elmondhatjuk, hogy a világjárvány már tavaly, 2020 tavaszán is igen nagy falatnak bizonyult az oktatás számára, csak úgy, amennyire itt a pelikán igyekszik a kapibarát elfogyasztani, de hát nem sikerül neki, ami a nem nagy baj egyébként. De a világjárvány világszerte nehézségeket okozott, tehát amiről beszélünk, az nem csupán Magyarországra, vagy nem csupán Európára vonatkozik, hiszen több mint 1 milliárd gyerek volt érintett világszerte az iskolabezárásokban, nagyon sok pedagógus, és hát tudjuk, hogy nagyon sok szülő, nagyon sok család is. Ugyanakkor a sok nehézség ellenére megmutatkozott az innováció, megmutatkozott az összefogás és a tenni akarás, úgyhogy voltak ennek az időszaknak, az elmúlt egy évnek pozitív tapasztalatai is, de mindenképpen egy kicsit jobban látjuk már ezeket a folyamatokat. A kollégámmal éppen egy évvel ezelőtt tartottunk ebben a témában egy előadást, és nem titkoljuk, hogy ez a 2021-es verzió, ez az elmúlt egy év tapasztalatai alapján született, vagy az elmúlt egy év tapasztalatait is már magában foglalja. Hiszen azóta elég sok minden történt. Egy pár szót beszéljünk arról, hogy miről is van szó akkor, amikor digitális pedagógiáról beszélünk. Van, aki nem szereti ezt a kifejezést, túlságosan rövidnek érzi például. Ugye nem is könnyű szó szerint érteni, de igazából arról van szó, hogy korszerű pedagógiai eszközöket használunk, digitális technológiát használunk, de az mindenképpen fontos elmondani, hogy a hangsúly a pedagógián van, nem pedig a digitálison. Ma már nagyon nehéz a digitális technológiát elkerülni, nem is ajánlanám senkinek, hogy kerülje el, inkább ezt a szelet a vitorlába érdemes fogni. Sokféle elnevezés terjedt el az elmúlt egy évben. Egy biztos, az, ami itt felbukkan helyenként, az biztos, hogy nem távoktatás. A távoktatásnak van egy tartalma, ami már évtizedek óta létezik, és igazából ezt nem érdemes bolygatni. Távolléti oktatásnak lehet nevezni, vagy nagyon pontosan, precízen fogalmaz az a megnevezés, hogy tantermen kívüli digitális munkarend. Ugye ebben valójában nincs is benne az oktatás szó, tehát nem tudjuk, hogy ott az oktatás milyen, digitális-e vagy nem, de erről fogunk beszélni egy picit később. Az biztos, hogy
hamar rá lehet jönni, hogy nem lehet és nem is érdemes ugyanúgy tanítani digitális munkarendben, mint a valóságos iskolában tennénk ezt. De mindjárt az elején tisztázzuk azt, hogy a digitális oktatás nem pótolja az iskolát. Tehát az iskola olyan interakciókat, emberi kapcsolatokat, olyan információkat és olyan szociális körülményeket kínál, amit hát nem nagyon tud pótolni a digitális oktatás. Ez nem jelenti azt, hogy a digitális oktatást nem lehet jól csinálni és hatékonyan, és nem jelenti azt, hogy a digitális oktatásban szerzett tapasztalatok nem vihetők át aztán majd akkor, amikor majd újra hát élőben a tanteremben dolgozunk. Nagyon fontos, hogy hirtelen egy évvel ezelőtt nagyon sok lett a hozzáértő ember, nagyon nagy lett az érdeklődés a kollégák részéről a pedagógiai képzésekre, és a digitális szolgáltatók igen nagyot fejlődtek, tehát mind a komoly nagy cégek, akik mondjuk videokonferencia alkalmazásokat kínáltak, vagy a kisebb-nagyobb alkalmazás fejlesztők is elég sokat léptek előre, hogy segítsenek világszerte ebben a folyamatban. Ma már tudjuk, egy évvel ezelőtt is tudtuk, de ma már teljesen elképzelhetetlen lenne az élet egy iskolai tanulást támogató rendszer nélkül. Ugye erről majd lesz egy pár szó később, úgyhogy itt maradjon csak ennyi. Azt is látjuk, hogy az értékelést nem lehet ugyanúgy folytatni, vagy nem lehet ugyanúgy megvalósítani, ahogyan az iskolában történik. Valójában ez nem is olyan nagyon nagy baj, úgy értem, hogy van az értékelésnek fejlődni valója, és itt egy alkalom, amikor egy kis innováció berepülhet az értékelési eszköztárunkba. Nagyon fontos, hogy a digitális tanteremnek, a digitális oktatás virtuális helyszínének nincsenek ajtajai, ablakai, vagy hát tulajdonképpen az egész egy nagy ablak, tehát innen a hagyományos tanteremmel ellentétben a diákok nem csak álmodozással, hanem ténylegesen is távozni tudnak, ha elunják, ha nem bírják, ha kifáradtak, ha problémájuk van. Szóval a tanulói motivációnak a megmentése elsőrendű kérdés azért, hogy megtartsuk a kapcsolatot. Erről is lesz szó a következőkben. Egy pár szót mondanék a tanulástámogató rendszerről. Ugye ezt tanulásmenedzsment rendszereknek is szokták hívni. Ez egy olyan környezet, amelyben megvalósul egy zárt a felhasználók azonosításával megvalósuló munka, ahol tananyagot oszthatnak meg egymással a szereplők, pedagógusok és tanulók, ahol online videókapcsolattal megvalósulhatnak a foglalkozások, talán szándékosan nem tanórát mondok, ahol feladatokat, tevékenységeket lehet kiadni, rögzíteni, bonyolítani és értékelni, és nyomon követni mindezeket, ahol akár még kommunikálni is lehet a szereplőkkel, például akár a szülőkkel. Na hát ilyen rendszerből most már elég sok megjelent a piacon, vagy a látókörünkben, és látjuk, hogy ugye a digitális kollaborációs tér egy új szereplő lett tavaly év vége felé, a Kréta rendszere, és itt van a két nagy, a Microsoft Teams és a Google-nek a szolgáltatása, ami az elején okozott egy kis kavarodást, mivel a Google tanterem privát felhasználóknak is elérhető volt, sokan ebbe az irányba indultak el,
de valójában az iskolai megoldás, a G Suite for Education megoldása a jó, tehát bízvást már aki ezt választotta, már erre tért rá. És ott vannak a többiek is, nem sorolom föl őket. Egy biztos, ma 2021-ben már nagyon kellemetlen, ha egy iskolának nincs ilyen rendszere, úgyhogy ezért fontos, hogy ez minél előbb meglegyen. Egyébként nem 2020-ban születtek meg ezek a rendszerek, jó sok éve léteznek ezek, tehát amiknek a jelei itt látszódnak, a Kréta rendszerén kívül mind léteztek évekkel ezelőtt is, és sok iskola, vagy hát viszonylag sok iskola használta is őket. Ezekkel a témákkal kapcsolatosan megjelent egy ajánlásgyűjtemény, egy módszertani kézikönyv, amelynek a linkje itt látható a DIAN, ezt az Oktatási Hivatal adta ki, és a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai, így mi is, mi ketten is részt vettünk ennek az összeállításában. Ami nagyon fontos, hogy egy iskolán belül egy diák számára egy rendszernek kell lennie. Nem működik jól akkor, hogyha az egyik tanár egyik rendszerben dolgozik, a másik a másikban. A diákok helyzete igen nehéz, ne nehezítsük még tovább. Úgyhogy iskolai szinten kell egységes rendszert, egységes eszközkészletet, egységes videó alkalmazást, videokonferencia alkalmazást használni. És ne feledjük, ha egy ilyen rendszert felállítottunk, ha a pandémia elmegy, már pedig nagyon azon dolgozik mindenki, akkor ez megmarad, és ez az eszköz ott lesz a kezünkben, úgyhogy ez egy olyan érték, ami majd a jelenléti oktatásban is szuper segítség lesz. És átadom a szót kollégámnak, Zsoltnak. Kedves kollégák, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretnék kapcsolódni Attilának azon szavaihoz, amelyel indította ezt a ma délutáni webináriumot. Nevezetesen ugye azt mondta, hogy tavaly egy hasonló webinárium keretében áttekintettük, hogy hogyan lehet elindítani a tantermen kívüli távolléti oktatást. Most próbáljuk azt megvizsgálni, megnézni, körüljárni, természetesen a tavalyi tapasztalatok tükrében, hogy hogyan lehet tovább lépni ebben a mai helyzetben. És én nagyon bízom abban, hogy ha jövőre, és legyen ilyen alkalom, jövőre is tartsunk webináriumot, akár Attilával, de ne az legyen a téma, hogy hogyan lehet távolléti oktatást továbbvinni, hanem legyen az a téma, hogy a korábbi tapasztalatokat hogyan lehet visszaforgatni a jelenléti oktatásba, remélhetőleg, hogy ez ügybe fogunk tovább menni. Na hát akkor nézzük meg azt, hogy nálunk Gödöllőn a Török Ignác gimnáziumban hogyan álltunk neki, tavaly, illetve most milyen feladatok álltak előttünk a digitális munkarend újbóli bevezetésével. Tavaly mi viszonylag szerencsésnek mondhattuk magunkat, hiszen amikor a március közepén bevezették a digitális munkarendet, már egy tulajdonképpen teljesen kész rendszerünk volt, a Microsoft 365 rendszert üzemeltük be az iskolába, így minden tanárnak volt intézményi e-mail címe, illetve minden tanulónak volt intézményi e-mail címe. Tulajdonképpen néhány nap alatt a csoportokat kellett kialakítani, és a kollégákat kellett segíteni abban, hogy a rendszert magát üzemeltetni, működtetni tudják. Nem volt egyszerű dolog ez természetesen, rögtön az elején egy kétnapos képzést csináltunk, alakult nálunk az iskolában egy olyan munkacsoport, egy olyan pedagógusokból álló kis csapat, akik fölvállalták ezeknek a képzéseknek a tartását, illetve a képzések után, amikor a munka oroszlán része következett, akkor pedig ilyen mentori feladatokat láttak el, és segítették egyrészt a kollégákat a munkájukban, illetve ha a gyerekeknek, tanulóknak problémája volt, akkor őnek segítséget nyújtottak. Na most én szeretném újra azt hangsúlyozni, amit Attila már elmondott, hogy amennyiben nincsen egy egységes platform, az nagyban megnehezíti mind a tanárok, mind pedig a diákok, tanulóknak a napi munkáját, de én nagyon bízom benne, hogy ezen már azért az intézmények nagy része túl van,
és a szervezési feladatokat leküzdötték egyrészt tavaly tavasszal, illetve az elmúlt néhány napban már túllendültek ezen. Na most innentől kezdve viszont nagyon fontos az, hogy egy rendkívül pozitív támogató légkört teremtsünk meg, még akkor is, hogyha most nem vagyunk ott az iskolában, nem vagyunk ott a tanteremben, és természetesen a tanulók sincsenek ott. Így valamilyen úton, módon ezt az információs szakadékot át kell hidalni, és megfelelő módon tájékoztatni kell mind a tanulókat, mind pedig a szülőket arról, hogy milyen módon és hogyan tudunk egyrészt kommunikálni, másrészt pedig a munkát végezni. Ugye ennek egyik legjobb szintere talán az iskolai intézményi honlap, illetve hogyha a közösségi médiákban is jelen van az iskola, akkor természetesen különböző kampányokkal ott is rá lehet erősíteni erre. Nálunk egyrészt tájékoztattuk a szülőket a honlapon, illetve az igazgató kolléga rendszeresen videós üzenetekben szokta tájékoztatni a tanulókat, illetve a szülőket is, hogyha fontos határidők közelednek, vagy tudnivalók vannak. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy iskolánkban tevékenik egy pszichopedagógus kollega, aki pedig szintén videós üzenetek, illetve foglalkozások formájában próbálja tulajdonképpen azt a részét pótolni az iskolai jelenlétnek, amely alapvetően a gyerekek szociális készségeit tudnák fejleszteni, illetve egy kicsit az összetartásnak az érzését próbálja megerősíteni. Az volt a tapasztalat, hogy nagyon hasznos fél órákat, órákat töltenek el a gyerekek ezen alkalmak mellett. Ő például időnként még meséket is olvas a Facebookon, amelyre a gyerekek is, tanulók is, és a kollégák is, szülők is meghívót kapnak, és utána esetlegesen ezek alapját képezhetik további megbeszéléseknek, társas együttléteknek. Természetesen csak a virtuális társas együttlétekre gondolok. Nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás, és itt nem csak arra gondolok, hogy a kollégák tartják az online óráikat, hanem meg kell próbálni a gyerekeknek is lehetőséget teremteni arra, hogyha virtuálisan is, de azért együtt tudjanak létezni, meg tudják tapasztalni, hogy mi az, hogy barátság, meg tudják tapasztalni, hogy mi az, hogy közösség, osztályközösség vagy iskolai közösség. Nyilvánvalóan erre lehetőséget teremtenek az elektronikus üzenetrendszerek, e-mail, illetve a weboldalról jövő információk, azonban ez emellett célszerű akár az órán is lehetőséget teremteni arra, főleg amennyiben kisebb csoportokra is van lehetőség, hogy bontsuk a társaságot, hogy beszélgetések alakuljanak ki. Én például, amikor kezdem az órát, és ugye nyilvánvalóan van néhány perc, amíg befutnak a gyerekek, addig megpróbálom egy kicsit beszéltetni őket, mondják el a véleményüket, hogy vannak, hogy érzik magukat, milyen problémáik vannak, és természetesen a felmerülő problémákat próbáljuk ott kezelni, amennyiben olyan probléma, hogy nagy plénum előtt is kezelhető, vagy megbeszélhető, amennyiben nem, akkor pedig próbálunk alkalmat találni arra, hogy akár négy szem közt, vagy két kamera közt, lehet, hogy így kellene most mondani, próbáljuk megbeszélni a problémáikat. Problémákról van szó, és hát akkor nem szabad hallgatni arról, hogy természetesen az online térben való jelenlét az veszélyeket hordoz magában. Veszélyeket hordoz abból a szempontból, hogy hogyan védjük az adatainkat, milyen biztonságosan tudjuk az internetet használni. Etikus internet használatról is nyilvánvalóan szót kell ejteni a gyerekekkel, és a cyberbullyingről is jó tudni. Időnként ez rejtve marad előttünk pedagógusok előtt, de jó odafigyelni arra, hogy esetleg nincs olyan tanuló vagy tanulócsoportban, osztályban, aki ki lenne téve interneten, e-mailen keresztül, vagy valamilyen közösségi oldalon keresztül történő bántalmazásnak. Itt megemlíteném azt, hogy pont vagy tegnap, vagy tegnap előtt volt egy hasonló webinárium, amelynek keretében erről is szó volt, ezt is meg lehet tekinteni egyébként a digitális témáit YouTube csatornáján. Utolsó dolog, ami ebben a körben előkerül,
ez a számítógép, vagy kütyű, vagy internetfüggőség, ki hogy szereti nevezni ezt a dolgot. Hát itt volt olyan szülő, aki a tavaszi időszakban azzal jött hozzám, hogy na végre valahára elérte azt, hogy a gyerek letegye a gépet, vagy letegye a tabletet, vagy letegye az okostelefont, mert elege van abból, hogy azon állandóan feladatok jönnek. Hát nyilvánvalóan nem ez a cél, de azért azt el lehet mondani, hogy érdemes odafigyelni arra, hogy a gyerekeknek a számítógép használat vagy eszköz használata ne menjen az egészséges életmód rovására. Gondolok itt arra, hogy tartsanak szüneteket, álljanak fel, hosszú órákat ne töltsenek folyamatosan a számítógép előtt, és amikor a számítógép előtt vannak, akkor az ergonómiai szempontok figyelembevételével lehetőség szerint állítsuk össze a készülékeket, illetve próbáljunk meg munkahelyet biztosítani a gyerekek számára. Az iskolai tervezés, szervezés és megvalósítás egy nagyon fontos eleme az értékelés, felülvizsgálat és beavatkozásnak a hármas egysége, ami azt jelenti, hogy mi pedagógusok, ugye nem csak a gyerekeket értékeljük az ügyben, hogy mit sikerült elsajátítani tananyagból, milyen készségeik, mennyire fejlődtek, hanem azt is figyelnünk kell, hogy a mi munkánk milyen sikeres, milyen hatékony, milyen visszhangot kelt a gyerekekben és a szülőkben. A beérkező észrevételek, vélemények alapján szükséges a módszereinket, illetve az eltervezett módszertant felülvizsgálni, azaz be kell avatkozni. Na most ahhoz, hogy hiteles véleményt kapjunk, például nálunk az iskolában a tavalyi tavasszal elindult digitális munkarend folyamán kétszer is történt kérdőíves felmérés a gyerekek részéről. A szülők általában az osztályfőnökön keresztül jutották el visszajelzésüket az iskola vezetésének, és hát be kell, hogy valljam, hogy azért volt olyan szülő, aki nem elégedett meg ezzel, és egyenesen az igazgatóirodát célozta meg. Hát nyilvánvalóan itt általában, ha szolidan mondom, akkor erősebb vélemények érkeztek az igazgató úrhoz. Természetesen ezeket is helyén kezelve meg kellett próbálni kezelni, illetve hát a beérkezett vélemények alapján sok esetben mi is felülvizsgáltuk azokat a dolgokat, amelyek jellemezték a mi tevékenységünket. Azaz, nagyon fontos, hogy megpróbáljunk tükröt állítani magunk elé, mint intézmény, mint munkaközösség az iskolában, mint egyéni pedagógus a gyerekekkel szemben, és jó, hogyha ez a tükör ott a képen is ez látszik, jó, hogyha ez a tükör, ez nem egy görbe tükör, hanem egy olyan tükör, ami a valóságot mutatja. És ha megnéztük magunkat benne, akkor célszerűen, okosan és minden esetben a gyerekek érdekeit és a tanulás eredményességét szem előtt tartva legyünk készek arra, hogy változtatunk. Attila, visszaadnám akkor a szót neked. Köszönöm szépen. Csatlakoznék ehhez a kérdéskörhöz azzal, hogy valóban nagyon fontos mindig tudnunk, hogy hol tartunk, mi az, amiben még fejlődnünk szükséges, és ami ide vonatkozó az az, hogyha kérdésünk van, ha úgy érezzük, hogy valami megoldandó ügy volna, akkor én azt gondolom, hogy legkevésbé az internet népét kérdezzük meg erről. Ugye nagyon sok tízezer ember szabadult rá a Facebookra és a Facebook csoportokban mindenféle tudás megosztás vagy információ megosztás zajlik. Nagyon nehéz elkülöníteni a szakmailag megbízható információkat a teljesen laikus megközelítésektől. Ezért arra bíztatnék mindenkit továbbra is, hogy hát szakemberektől, hozzáértőktől tájékozódjunk, miként bármilyen otthoni technikai problémát tapasztalunk, nem a nagy körúton járkálunk és kérdezgetjük az embereket, hanem célzottan felhívunk egy szakembert.
A Facebook maga is teljesen alkalmatlan arra, hogy ott az oktatással kapcsolatos tevékenység történjen, tehát ezt nem nagyon tanácsoljuk. Ez alól természetesen kivételek is lehetnek, és mindjárt lesz is ilyesmiről szó. Nézzük meg, hogy mi a tapasztalat, hogy milyen háttérrel kell rendelkezni ahhoz, hogy a digitális oktatásban sikeresek lehessünk. Egyrészt van egy technikai oldala ennek a kérdésnek. Nagyjából kialakult az az eszközrendszer, amit érdemes használni egy tanárnak, akkor, amikor otthonról dolgozik. És hát látható, hogy nyilvánvaló, hogy egy számítógép, egy okostelefon, a stabil és gyors internet kapcsolat elengedhetetlen. Elengedhetetlen, hogy kialakítson mindenki magának egy munkahelyet, ahol rendszeresen le tud ülni, és ahol az órákat, foglalkozásokat tudja vezetni. Szükséges egy jó minőségű mikrofon, és hát akár egy headset, amivel le tudja választani a virtuális tanterem hangjait a többi hangoktól, és mondjuk a családjától például. Valamint fontos, hogy látszódjunk a kamerában, tehát fényre is van szükség, egy kicsit okosan megszerkesztve, hogy ne mögöttünk legyen a fényforrás, hanem inkább előttünk, inkább szórt fényformájában. Érdemes a laptopot vagy számítógép kameráját olyan magasságba emelni, ami a szemmagasság nagyjából, tehát hogy ne alulról vegyen minket a kamera. Ezek ilyen apróságok, amik egyre inkább kialakultak. Érdemes még egy jó ergonomikus egeret is beszerezni. Ugye elterjedtek most már a vertikális egerek is, tehát függőleges egerek is, amelyek jobban kímélik a kezet. Sajnos arról van szó, hogy nagyon sokat dolgoznak mostanában a pedagógusok is ilyen eszközökkel, és erre is már figyelni kell, a digitális egészség, az a digitális kompetenciának a része. A másik köre az eszközöknek olyan, ami jó, ha van. Jó, ha van egy külső monitor, és a laptop vagy a számítógép monitorán kívül egy másik is van. Van, aki már annyira megszokta, hogy nem is tud enélkül jól boldogulni, vagy annyira beépült az életébe. Magam is így vagyok ezzel, hiszen az egyik monitoron akkor követni tudom a diákok reakcióit. Igen, én kérni szoktam a hallgatókat, hogy kapcsolják be a kamerát, lássuk egymást, lássam a visszajelzéseket, tehát ez szerintem fontos, ez egy kétirányú kommunikáció, nem egyirányú. Ez valójában a tanteremben is így volna, úgyhogy itt is elvárható. Néhány eszköz, amit látszik, egy tablet néha jó szolgálatot tehet, külső billentyűzet, egy digitalizáló tábla, amivel kézírással lehet dolgozni, vagy pedig egy dokumentum kamera, amellyel hát különböző rajzokat, levezetéseket, képeket, tárgyakat, kísérleteket lehet jól bemutatni, akár otthonról is. De ne felejtkezzünk meg arról, hogy ennek van egy másik oldala is, a tanulói oldal, és azzal is bonyolódik a helyzet, hogy mi van azokban a családokban, ahol tanuló is van, és pedagógus is van, ismerünk ilyeneket, ugye? És nézzük meg, hogy mit kell a tanulók oldaláról figyelembe venni. Itt már sajnos nem olyan egyszerű a helyzet, most már egyre egyértelműbbé válik globális szinten, hogy
Sajnos nem minden gyermek számára elérhető a digitális oktatás, mert nem minden feltétel áll rendelkezésre. Miről van szó? Vannak alapvető feltételek, amik egy lakásban, családban rendelkezésre kell álljanak, amelyek talán nem mindenhol adottak, mondjuk az, hogy legyen megfelelő infrastruktúra, legyen fűtés, legyen áram, legyen víz, legyen étel. Ezek alapvető körülmények, és a szociális helyzettől függenek. Ugye ehhez kapcsolódik, hogy kell egy infrastruktúra, kell internetelérés az adott helyen, hiszen enélkül nagyon nehéz megvalósítani, bár vannak próbálkozások erre is. Szükség van IKT eszközökre, most ezt így rövidítettem, tehát mondjuk számítógépre. Hogyha egy gyerek van, meg akkor is kérdés, de hogyha több gyerek van, akkor az már egy logisztikai ügy, hogy akkor jut-e mindenkinek, tudnak-e egyszerre tanulni, mi történik akkor, hogyha egyszerre van az órájuk, akkor hogyan osztják meg. Tehát ezek nem triviális kérdések, minden családnak szembesülnie kellett ezzel az üggyel. Úgyhogy vannak iskolák, ahol például sávosan oldották meg, hogy az alsó tagozat órái más idősávban vannak mondjuk a felső tagozathoz képest, hogy legalább így az eszközmegosztás megvalósulhasson családon belül. Aztán fontos az, hogy a családban a szülők részéről legyen egy alapvető digitális kompetencia, amivel támogatni tudják a gyerekeket a munkában. Ugye szokták mondani, hogy jó, a gyerekek mindent tudnak, kis digitális zsenik, de hát ezt tudjuk, hogy nem így van. Nagyon ügyesek és kedvesek, meg szeretjük őket, de azért digitális kompetencia szempontból azért nem mindenben olyan fejlettek, ezért is kell őket tanítanunk. És hát ott van még az, hogy legyen egy tér, legyen a lakásban, ahol élnek a tanulók, legyen egy terük, egy asztaluk, egy sarok, ahol tudnak tanulni. Ez nagyon fontos, és vannak felmérések az UNESCO részéről például arra, hogy a világon azért bizony nem mindenhol adott mondjuk egy iskoláskorú gyereknek, hogy legyen egy olyan térrész, ahol ő tanulni, dolgozni tud. És természetesen nagyon fontos, hogy legyen egy olyan támogató millió, egy nem bántalmazó környezet, ahol támogatják a gyerek tanulását, és nem más problémákkal vagy nehézségekkel kell szembenéznie, miközben ő neki valójában a tanulásra kell koncentrálni. Látható, hogy itt nagyon sok tényezőnek kell együtt állni, és látható, hogy ez a digitális oktatás, de legyünk őszinték, a nem digitális oktatás is akkor működik igazán jól, ha a pedagógus, a szülő és a tanuló hármasa együtt dolgozik, együtt működik, és egymást segíti, és ez most hatványozottan megmutatkozott a pandémia ideje alatt. Hogyha megnézzük, hogy néz ki tulajdonképpen egy tanuló napja a távolléti oktatásban, akkor egy McKinsey jelentésben egy ilyen felosztást láthatunk, csak amiatt mutatom, hogy tudatosuljon bennünk, hogy a távolléti oktatásnak egy része digitális tanulás, egy része pedig nem digitális tanulás. Most ebből kivenném azt, hogy van olyan, hogy úgy mondjam, megoldás, amit nem sorolnék az oktatás kategóriába szívesen. Tehát ha elküldjük a diákoknak az oldalszámokat, hogy itt tessék ezt megtanulni, és ezeket a feladatokat megoldani, az igazából egy üzenetküldés, abban az oktatási rész nagyon csekélyke, vagy hogyha elküldjük mondjuk egy üzenetküldőben,
vagy kiírjuk egy üzenőfalra, hogy akkor ezt olvassátok el, és ezt írjátok le aztán, és ezt kérem beadni, az, ha csak ennyi történik, hát az nagyon kevéske, nagyon nehéz ráfogni az oktatás címkéjét. Na, tehát visszatérve, a digitális tanulás lehet szinkron és aszinkron módon megvalósuló. Ugye szinkron módon történik sokszor ugye az óra, szerencsére sokan nem hanyagolják el ezt az online kapcsolatot, hogy ennek mik a tanulságai, arról majd beszélünk. De minden esetre van nagy csoportos, kis csoportos, sőt egy az egyben kapcsolat is, amikor a tanár egy diákkal tud kapcsolatban lenni. Ugye az eszközök jó része, most már a Teams is, Zoom is tud csoportmunkát biztosítani, be lehet menni a csoportba, lehet nyomon követni a diákok munkáját. Ha aszinkronról van szó, tehát akkor nem vagyunk jelen élőben, az is egy nagyon fontos része a tanulásnak, és úgy gondoljuk, hogy a kettő, a szinkron és az aszinkron, hogy mondjam, együttesen kell jelen legyen, tehát nem kell, hogy a szinkron tanulás teljesen kitöltse az egész napot, magyarul ne úgy épüljön fel a nap, mintha az iskolában lennénk. És itt is lehet egyéni munka, vagy felnőtt segítségével történő munka. A legfontosabbak, vagy a legerőteljesebbek és hatékonyabbak talán a zölddel jelölt részek lehetnek. Ha néhány megfontolást figyelembe veszünk, akkor mondhatjuk, hogy a 20 perc az új 45 perc, a tanár nem egy óraleadó gépezet, nem egy beszélő fej csupán, amelyet egyébként könnyű kikapcsolni, tehát érdemes kevesebb előadással és ilyen frontális résszel tervezni, sokkal több tevékenység, ott élőben zajló tevékenység, nem sokkal több házi feladatra gondolok, hanem az élő órán zajló tevékenység szükséges. Az élő kapcsolat, a mindkét irányú kommunikáció szerintem nagyon fontos. Nyilván szívesen kapcsolják ki a kamerát a diákok, de azért mégiscsak nagyon fontos, hogy hát legyen egy kétirányú kapcsolat, tehát lehessen időnként látni őket, legyen lehetőség látni a reakciókat, hozzászólhassanak, beszélgessenek, vitatkozzanak, csoportban dolgozzanak, és így tovább. Aminek persze van egy olyan oldala is, itt a környezetnél alul látható ez, hogy vajon mennyire látható, mennyire akarjuk láttatni a privát szféránkat, a szobánkat, a házunkat, a környezetünket. Van, aki nem szívesen teszi ezt, és esetleg ez feszélyezi, ezért érdemes használni virtuális hátteret, és akkor kizáródik ez a része a közös munkából. Ez most már majdnem minden ilyen alkalmazásban lehetséges, és ajánlom is, tanároknak is, diákoknak is, illetve vannak olyan alkalmazások, amelyekkel úgy lehet videót készíteni, hát a Flipgrid például ilyen, hogy a diák az arcát is elrejtheti, tehát úgy szólhat hozzá, készíthet videót, hogy ne legyen beazonosítható, hogyha őt zavarja esetleg ez. Ami nagyon fontos, hogy a módszertanban hát szükségszerűen változtatásokra van szükség. A több tevékenység mellett érdemes megfontolni, hogy a hosszú-hosszú magyarázatok egy részét videóra vesszük, és azokat rendelkezésre bocsátjuk magyarázó videók vagy képernyő videók formájában, és akkor azokat a gyerekek megnézhetik akkor, amikor meg akarnak tanulni valamit, újra és újra megnézhetik, és ugye szokták mondani, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, hát ezt most már videóra kell adaptálni, tehát a online értekezlet elszáll, a videó megmarad.
szembe kell nézni azzal, hogy a hagyományos eszközökkel zajló értékelés nem nagyon működik, és jobb ebbe az utcába be sem menni, mert csak kudarcok és frusztráció vár minket a utca végén. Itt majd erről beszélünk egy kicsit később. Ami még fontos, hogy a tartalmakat érdemes úgy megosztani a gyerekekkel, hogy az áttekinthető szervezet legyen, érdemes linkgyűjteményeket készíteni számukra, amiket újra és újra meg tudnak nézni. Tehát ha küldözgetünk e-mailen, vagy itt-ott linklistákat, vagy linkeket külön-külön, az nagyon rendezetlen mód, és hosszú távon nem lesz eredményes. Én a végletet szoktam használni a linkgyűjteményekhez a munkám során. A környezet tekintetében két fontos dologra hívnám fel még a figyelmet. Az egyik az, hogy érdemes az órarendben, a viselkedési normákban megállapodni, vagy ezzel erre egy kicsit figyelni. Ugye az öltözködés is érdekes kérdés szokott lenni, de minden esetre figyelembe kell venni, hogy mindenkinek nehéz egy zárt térben lenni ilyen sokat. Figyelembe kell venni azt, hogy ilyenkor könnyebb kilépni a rendszerből, mint egy hagyományos tanteremben. Tehát minden fél részéről kell egy kis extra odafigyelés erre. Sajnos ez nem egyszerű. Ami nehézséget okoz a diákoknak az, hogy jól tervezzék a feladataikat. A tanárok igyekeznek sokszor kompenzálni, sok-sok feladatot adnak, hogy nehogy úgy tűnjön, vagy nehogy az következzen be, hogy esetleg unatkoznának a gyerekek, vagy egyéb dolgokkal töltik az időt. Ezért van, hogy olyan terhelést éreznek a gyerekek, amelyek vagy valósak, vagy ha nem valósak, akkor az időbeosztás, a tervezésnek a hiányosságai miatt érződnek így. És átadom a szót Zsoltnak. A mikrofon. Igen, elérkeztünk arra a pontra, amikor megpróbálnék tevékenységekre, illetve gyakorlati használható ötletekre rátérni. És hát ugye indulunk azzal, hogy amikor egy órát vagy egy tanulási folyamatot meg akarunk tervezni ebben a digitális munkarendben, akkor nyilvánvalóan azzal kezdjük, hogy meghatározzuk a célokat. A célok meghatározásához aztán próbálunk módszereket és eszközöket, illetve tartalmakat keresni. Na most itt én azt gondolom, hogy a követendő lépéssorozat az különbözik a hagyományos értelembe vett tervezéstől, hiszen nem a hagyományos módszereket próbáljuk meg jó esetben digitális eszközökkel megvalósítani, hanem a céljainkhoz keresünk olyan eszközöket, olyan tartalmakat és olyan módszereket, amelyekkel a digitális munkarend keretében tudunk boldogulni, és a gyerekeknek olyan tanulási feltételeket teremteni, amelyekben ők hatékonyan tudnak dolgozni. Azaz, megismételném, új módszereket keresünk, olyan új módszereket, amelyeket technológiával tudunk támogatni, és akár távolról is hatékonyan működnek. A következő 8 kis box az mind rejt egy-egy ötletet vagy ötletsorozatot, úgyhogy majd arra kérném Attilát, hogy segítsen nekem, mert ő kezében van az egér, illetve nála van az a billentyűzet, amivel léptetni lehet a diasort. És kezdenénk az időbeosztással, és akkor arra kérlek, Attila, hogy arról lebbenzd is fel a fájtlat. Tehát az időbeosztás esetében, csak várom, hogy megjelenik, vagy nem jelenik? Jó, oké, itt már csak nekem lefagyott egy picit a gépem, köszönöm szépen. Tehát az időbeosztással kapcsolatosan nagyon fontos azt leszögezni, hogy nem lehet cél a korábbi iskolai órarendnek a megtartása, hiszen ha belegondoltok, akkor ugye ott egy pattogósan következnek egymás után az órák, jönnek a gyerekek ki teremből be, stb. Itt a digitális munkarendben ez nem feltétlen megvalósítható, sőt, nagy valószínűséggel nem is feltétlen van szükség arra, hogy az összes órarendbeli óra
az online tanóra keretében valósuljon meg. Nyilvánvalóan lehet a gyerekeknek olyan feladatot adni, amelyet elvégeznek önállóan, önálló munkába, esetleg akár egymással online kommunikálva is, és majd egy következő online órán valamilyen formában beszámolnak belőle, tartanak egy előadást, vagy valami hasonlót. Azaz, vegyük figyelembe az otthoni munkarend kialakításánál, hogy nem feltétlen kell minden tanóránkat megtartani, ezt tervezzük meg előre, és nyilvánvalóan illesszük ezt a tervezést a céljainkhoz. Hogyha a szervezettséggel kapcsolatos részt is megnézzük, ugye akkor nagyon fontos a gyerekek számára, hogy megfelelő rendben és rendszerben tudjanak gondolkodni, amelyet a pedagógus következetességgel valósít meg. Mit értek ez alatt? Azt gondolom, hogy egy olyan órarend, amiben például az online megvalósuló órákat nyomon tudja követni a tanuló, az nagyon fontos, és az viszont legyen mindig akkor úgy, de ha esetleg eltérünk tőle, akkor tudja azt a tanuló, hogy arról, hogyha valami változás van, mondjuk itt 24 óra, vagy esetleg 48 órával a változás előtt információt kap, legyen ez akár az osztályfőnöktől jövő üzenet, még jobb, hogyha a szaktanárok ezt saját maguk számára rendszeresítik, hogy amennyiben bármi követelmény, vagy változás, vagy a gyerekek számára szóló információ van, azt jó hamar elküldjék a gyerekeknek, hogy tudjanak a gyerekek is tervezni. Gondoljunk arra, hogy nekik is be kell osztani az idejüket, feladataik vannak, és nekik is nagyon fontos az, hogy mindenről időben tudomást szerezzenek. A következő kis kártya, ugye online 45 perc, azaz a kérdés az, hogy vajon szükséges-e feltétlen 45 perces online órát vagy órákat tartani. Én azt gondolom, hogy nem. Vizsgáljuk meg azt, hogy mi annak az órának a célja, mi annak az online órának a célja, és hogyha az 20 percbe belefér, vagy 30 percbe belefér, uram, bocsánat, negyed órába belefér, akkor semmi probléma nincsen. Nem feltétlen kell végigbeszélnünk a 45 percet csak azért, hogy kitöltsük a 45 percet. A következő kártya a motivációról szól, ami azt gondolom, hogy talán a legesleges legfontosabb része a mostani tevékenységünknek, hiszen nincs meg, hát és akkor ugye mondjuk így, hogy az a lebilincselő tanári jelenlét, ami egyébként a jelenléti oktatásban ott van, az itt nincsen, és nem is látjuk, hogy a tanulók mit csinálnak, ugye ők csatlakoznak a mondjuk az online órához, és az online óra keretében ő lehet, hogy meccset néz, vagy zenét hallgat, vagy ott sincs a szobában, csak a gépe van online. Tehát azért, hogy a gyereket ott tudjuk tartani, és legfőképpen a figyelmét ott tudjuk tartani, ehhez szükségünk van különböző motiváló eszközökre. Nyilvánvalóan itt jó szolgálatot tehetnek a képben megvalósuló információk, animációk, szimulációk, esetlegesen videók, legyenek ezek akár készen, interneten talált témába vágó videók, filmrészletek, vagy akár saját magunk által készített videók. Itt nagyon jó hasznát vehetik, gondolok itt akár a történelemre, magyarra, természettudományos kollégák számára, a úgynevezett konzervanyagok, készanyagok, amelyekből egy-egy részletet bevágva az órába, egy kicsit fel lehet rázni a tanulókat, és már is az a fajta figyelem fennmarad, ami mondjuk azért azt gondolom, hogy 20 perc után már lankad az órán. Problémás az önálló munkavégzés nagyon sok tanuló számára, hiszen nincsenek felkészülve a gyerekek arra, hogy saját magukat menedzseljék ilyen szempontból. Beosszák a saját idejüket, időbe felkeljenek, aztán elvégezzék a szükséges munkát, elkészítsék a beadandó feladatokat, és azokat időre be is adják. Itt nagyon sok esetben segítenünk kell a tanulóknak, hogy ez különböző naptárfunkciók segítségével történik, és ez elegendő-e, vagy esetlegesen bizonyos időközökben még figyelmeztetni kell a kollégákat, időnként a kollégákat is persze. Ez azt gondolom, hogy egyrészt életkortól, másrészt pedig a gyerekeknek az erre való képességétől, felkészültségétől függ, de mindenképpen figyeljünk oda. Azt gondolom, hogy az online oktatásnak egy neurologikus pontja az értékelés. Itt nagyon sok kollega fordult hozzánk is a tantestületen belül, hogy de ő akkor most hogy fog feleltetni. Én azt gondolom, hogy ami a fontos, hogy mindenképpen legyen tanári visszajelzés, hiszen egy idő után
A tanulók elvesztik a lelkesedésüket, hogyha azt látják, hogy bebeadogatják a feladatokat, de késve vagy esetleg egyáltalán nem kapnak visszajelzést. Ugyanakkor nyúljunk nyugodtan olyan eszközökhöz, amelyekkel eddig nem próbálkoztunk. Legyen az akár ön, vagy csoportos értékelés, vagy az ezeket támogató alkalmazások, szoftverek. Erről még lesz szó a később végben, úgyhogy erről most én többet nem mondanék. Nézzük a csoportbeosztást. Én tudom, hogy önmagában már az anyagok összeállítása, a tartalom összevadászása nagyon időigényes dolog, de bizony esetenként szükség van arra, hogy egy teljes osztály megtartott órái vagy kiadott feladatai mellett kis csoportokkal, vagy esetleg egyénileg foglalkozzunk tanulókkal. Itt nyilvánvalóan gondolok a differenciálás szükségességére, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, mind ezek azt igénylik, hogy esetlegesen kisebb csoportokban, vagy egyénileg is akár foglalkozzunk a gyerekekkel. És végére hagytam a saját anyagoknak a készítését. Ne féljünk attól, hogy videót készítünk, ne féljünk attól, hogy hangfelvételt készítünk, ne féljünk attól, hogy összeállítunk feladatlapot, vagy akár komplett tartalmat közlő oldalakat. Én azt gondolom, hogy egyikünk se tévedhetetlen, előfordulhat, hogy lesz benne hiba, ezt utólag ki is tudjuk javítani, de annak a varázsa, hogy az az anyag, amit elkészítettünk, az pont annak a csoportnak, pont annak a tanulócsoportnak, az ő igényeiknek, az ő készségeiknek, képességeinek megfelelő, ez nagyon fontos. Én bíztatnék mindenkit, hogy próbáljon meg ilyen anyagokat előállítani. A gyerekek is nagyon pozitívan fogadják, azt gondolom, ezeket a dolgokat. És végül, ugye itt az alsó sorban látható egy-két aranytanács, ugye támogatólag lépjünk fel természetesen a tanulók irányába. Legyünk türelmesek, ne terheljük túl őket, és ne tereljük túl a hálózat és a hardware erőforrásokat sem, és legfőképpen magunkat sem, mert szükség van az erőnkre, szükség van a lelkesedésünkre a továbbiakban is. Léphetünk tovább, Attila, akkor, és itt pedig még a feladatokkal kapcsolatban részben olyan dolgokat szeretnék megemlíteni, amit Attila már említett. Egyrészt egyfajta arányt kell kialakítani a szinkron és az aszinkron tanulás tekintetében, erről Attila beszélt már, és én azt támogatom, azt javaslom, hogy mindig fontoljuk meg, hogy adott esetben ebben a digitális munkarendben az aszinkron tanulásnak a túlsúlya az abszolút nem probléma. Tehát nem feltétlen kell törekedni, mint ahogy azt már mondtam is, az online tanítás túlsúlyára. És akkor nézzük meg, hogy milyen ötletek, milyen tippek vannak arra, hogy hatékony tanulást és nevelést tudjunk biztosítani. Indulok onnan balról, egyértelmű és célirányos utasítások. Nagyon fontos, képzeljük el, hogyha ez nem így van, akkor garmadával érkeznek azok az üzenetek és kérdések a chat falon, vagy e-mailben, hogy nem értem a feladatot, nem tudtam megcsinálni, mert vagy megcsinált valamit, de nem az, amit meg kellett csinálni. És esetlegesen a csintalanabbja pedig azt fogja mondani, hogy azért nem tudta megcsinálni, mert mi nem írtuk le jól. Próbáljunk meg mindenkinek feladatot adni, hogyha vegyes társaságunk van, akkor próbáljunk meg differenciálni, mindenki kapja meg a neki szóló feladatot. Én azt gondolom, hogy a technológia alkalmazásának ez az egyik nagy eredménye, hogy sokkal könnyebben tudunk differenciálni, mint hogyha egyetlen egy tankönyvből kéne tanítani. Ne ijedjünk meg az új típusú tevékenységektől, erről már volt szó, használjunk olyan tevékenységeket, szervezzük úgy az órát, hogy technológiával támogatva könnyebben, gyorsabban tudjunk dolgokat elérni. Legyünk rugalmasak, ez sok szempontból rugalmasságot jelent, hiszen bizony előfordulhat, hogy a technológia járatja a bolondját velünk, vagy éppen a gyerekek nem tudnak bekapcsolódni, tehát nem feltétlenül a mi technológiánkkal van baj, vagy a gyerekek éppen nem figyeltek, vagy nem azt csinálták, amit kellett. Tehát közelítsünk a feladatokhoz és az értékeléshez is rugalmasan, próbáljuk meg az adott szituációból mindig a legtöbbet kihozni. És végül itt egy ilyen bölcsességnek tűnő gondolat, hogy a kevesebb több, ez vonatkozik sok mindenre, vonatkozik az időre, vonatkozik arra, hogy mennyi online időt töltünk az órán, és vonatkozik arra is, hogy mennyi feladatot adunk. Lehet, hogy nem érdemes agyonbombázni a gyerekeket több oldalnyi feladattal, feladatgyűjteményből, próbáljuk meg inkább az ideális mennyiséget megtalálni.
És végül megismételve azt, amit mondtam, a rugalmassággal kapcsolatban oda is lehetett volna illeszteni. Ne szabjunk lehetetlen határidőket, legyünk türelmesek a beadott feladatok tekintetében, a segítségkérések tekintetében, és időmenedzsment tekintetében segítsük a gyerekeket azzal, hogy úgy szervezzük az óráinkat, hogy mindenre maradjon idejük, tanulásra természetesen legfőképpen, de ezen kívül pihenésre és egy kis testmozgásra, egészséges életmódra is. Köszönöm szépen, Attila, átadnám a szót akkor. Köszönöm szépen. Zsolthoz csatlakoznék, itt egy kicsit konkrétabb foglalkozások, tanulói aktivitások vannak felsorolva, és itt szeretném elmondani, hogy természetesen nagyon sok digitális eszköz, alkalmazás, akár szoftver áll a rendelkezésünkre. Két dolgot ne felejtsünk. Az egyik az, hogy nem azért csináljuk ezt az egészet, hogy ezeket használjuk, hanem azért használjuk ezeket, mert valamilyen pedagógiai célunkhoz segítséget nyújtanak. A másik pedig az a tanácsom, hogy ne használjunk túlságosan sokféle eszközt, mert nehézséget okoz a gyerekeknek is átlátni sokszor, hogy most akkor melyik alkalmazással csináljuk ezt, vagy most ezzel csináltunk idővonalat, most majd azzal fogunk, tehát a fokozatosság elvét érdemes betartani, és nem kell megijedni a túl sok eszköztől, tehát hogyha úgy érzi valaki, hogy hát ez neki egy kicsit sok, úgy érzi, hogy túl sok ez az alkalmazás, hogy ezt ő így átlássa, akkor arra szeretnénk biztatni mindenkit, hogy kezdje kevesebbel, kezdje el azzal, hogy megnéz egy-két oktató videót, a mi csatornákon is vannak, és máshol is természetesen a YouTube digitális témai csatornájára gondolok, és érdemes egy-két ötletet ellesni, és szép lassan építkezni. Ez nem egynapos átalakulás, hanem ez egy átmenet, amely úton érdemes elindulni. Néhány ötlet, tehát sokan ismerik mondjuk a Mentimétert, ami nem csak tanulói visszajelzésre jó, hanem akár egy pár diát is be lehet mutatni, tehát prezentációkészítő eszközként is működik, sajnos ingyenesen nagy korlátozásokkal, de ott vannak a jó régi ismert eszközök, a PowerPoint vagy a Sway, nagyon jó a ötletbörzéhez, vitához, sokan megszerették a Google Jamboardját, vagy a jó öreg Linoitot, vagy akár a már fizetős, de azért még jól használható Padletet. A Flipgridet említettem, nagyon kedvelem ilyen videós visszajelzéseknél, és nagyon jól kombinálható a Wakelettel, amivel házi feladatokat lehet összerakni, linkgyűjteményt lehet összerakni, akkor a gyerekekkel közös gyűjteményt lehet létrehozni, hiszen van egy közös tanulási tér, amit kialakíthatunk, és gondoljunk arra, hogy lehetnek érdekes megoldások, ugye grafikailag, vagy fogalomtérképek, infografikák, idővonalak, akár bonyolultabb multimédiás alkalmazások, akár szabadulószobák is készíthetők. A nagy sláger idén a Genially, idén is, tavaly is Genially volt. A kvízeknél én nagyon kedvelem a Quizizt például, de hát sok más eszköz is van. Itt a kvízen van a hangsúly, és nem a teszten, de majd erről még lesz szó. És ne felejtsük el, hogy a programozás mindenkinek elérhető, és bárki tud programozni, tudhat programozni is, pont ugyanannyira, amennyire mondjuk egy prezentációt összerakni, vagy videót vágni.
Jó dolog blogot készíteni, de még jobb talán podcastot készíteni, vagy egy videógyűjteményt készíteni, vagy virtuális kiállítást, itt a ThingLink például, erről is van szó webinárium videónkon, tehát érdemes ezeket megnézni, podcastról is volt már, tehát mindaz, amit itt fel-fel villantottam, és tényleg a teljesség igénye nélkül, mert hát nagyon sok minden nincs itt. Mind jó eszköz, jó segítség, és hogyha a diákok találnak egy jó alkalmazást, hát uram, bocsánat, tanulunk tőlük valami jót, és lehet, hogy azt az egész csoport majd megkedveli. Tudom, hogy rendszeresen szoktunk hivatkozni arra, hogy a gondolkodási készségek mennyire fontosak, és az is fontos, hogy ezeknek van egy hát bonyolultsági rendszere tulajdonképpen. A módosított Bloom taxonómia az, amire utalok, itt a sarokban látszik. Gondoljunk arra, hogy mi igazán fontos, megelégszünk-e avval, hogy ismeret, megértés szintjén, esetleg a számítások révén alkalmazás szintjén maradjon a gyerekek gondolkodás készsége, vagy igyekszünk fejleszteni a bonyolultabbakat is. Hát nyilván ez egy költői kérdés, vagyis hát lehet sejteni, hogy az én válaszom mi erre, de ne felejtsük el, hogy az összetettebb feladatok ki az igazán a jövő, és nem azoké, amelyeket a Google meg tud válaszolni. Tehát ne adjunk olyan feladatokat, amelyeket a Google fog megválaszolni a hallgató vagy a diák helyett, mert ugye nagyon, nagyon kedves dolog, hogy a mesterséges intelligencia itt tart, de igazából a diákokat szeretnénk fejleszteni, és használják nyugodtan a mesterséges intelligenciát, de olyan kérdések megoldására, vagy olyan feladatokhoz, amelyeket enélkül hát mondjuk nem lehetne megoldani. Tehát lehet olyan feladatokat adni, amit nem tud megválaszolni egy intelligens asszisztens. Zsolt, tied a szó, az értékelés. Mikrofon. A mikrofont kapcsold be, légy szíves. Szépen, köszönöm. Igen, tehát lehet olyan feladatokat adni, amit a mesterséges intelligencia nem tud megválaszolni, de meg tud válaszolni a tanuló, és onnantól kezdve, és már az egész munkafolyamatot, tanulási folyamatot szerencsés esetben végigkíséri az értékelés, mint ahogy a mai, ma délutáni webináriumon is, ennek keretében is már többször előkerült az értékelésnek a fontossága. Alapvetően ugye három értékelési formával szoktunk foglalkozni, diagnosztikus, formatív és szummatív. Kezdjük a diagnosztikussal. Én nagyon bízom benne, hogy szeptemberben úgy kezdtük az évet mindnyájan, hogy diagnosztikus értékelés formájában megpróbáltuk felmérni azt, hogy az elmúlt tanév második felének vége felé hogyan tudtunk, milyen eredményeket tudtunk elérni a gyerekekkel a digitális munkarendben, és ennek megfelelően fogtunk hozzá a munkához szeptemberben. Nyilvánvalóan, remélhetőleg minél hamarabb, amikor visszatérünk az iskola falai közé, és jelenléti oktatásban tudjuk folytatni a munkát, újra ez a feladat áll elénk, és nagyon jó lenne, hogyha lenne a kezünkbe olyan bemért és megbízható eszköz, amivel ezt meg tudjuk tenni, hiszen valljuk be, azért nem mindegyikünk, beleértve akár magamat is, mérés-értékelés szakértő, tehát nem feltétlen tudunk 100%-ig megbízható diagnosztikus méréseket megvalósítani a tantermi körülmények között. Na de mi van a két dolog között, azaz a bevezető diagnosztikus és a majdani későbbi diagnosztikus mérés között? Hát nyilvánvalóan nagyon sok munka, nagyon sok tanulás, nagyon sok folyamat. Én azt gondolom, hogy folyamatos formatív értékeléssel lehet támogatni legjobban a tanulókat, és természetesen bizonyos időközönként egy-egy fejezet végén akár szummatív értékeléssel is tudunk élni.
Amikor a digitális munkarendre gondolunk, akkor rögtön azt érezzük, hogy valami eltört, valami nem működik. És ugye ezek általában a tesztek, a dolgozatok és a feleltetések, ott középen ilyen sötét keretben láthatóak ezek. Elképzelhető, hogy ezek nem működnek 100%-osan, de elképzelhető, hogy nem is kell ezeket erőltetni. Nézzük meg, hogy milyen alternatív értékelési módszereket tudunk használni. Ott én balról haladva, ugye az önértékelés. Hát kiválóan működik digitális eszközökkel támogatottan az önértékelés, ezt tudjuk támogatni az önértékeléshez előre legyártott kérdőívekkel. A tanuló elvégzi az önértékelést, mi ezt megnézzük. Azt gondolom, hogy összevetve azt, amit tapasztalunk egyébként a tanuló munkájából, és amit leír az önértékelésben, egyrészt ő kap visszajelzést, és mi is kapunk egyfajta képet arról, hogy a tanuló hogy látja magát. Akár szembesíthetik egymást is az elért eredménnyel, mondjuk egy projekttevékenységben páros értékelés, ki mennyit adott hozzá a projekt célok eléréséhez, nagyon hasznos tud lenni, épp úgy, mint egy csoportos értékelés, amikor például, akár megint csak projektpedagógiai példát fogok hozni, például amikor egy projektnek a produktumát értékeli az egyik csoport produktumát a másik csoport, és aztán viszont nagyon hasznossá tud válni ez a dolog. És akkor szó volt ugye a produktum előállításáról, melynek a munka során a folyamatos formatív értékelésre kiváló lehetőség kínálkozik. Ezt támogathatja, meg egyáltalán hasznos lehet a kérdőívek összeállítása. Lehet, hogy ezt a tanár állítja össze, de nyugodtan lehet a gyerekekre is bízni, hogy kérdőívet állítsanak össze. Nagyon sok esetben nagyon jól látják, hogy miket kell egy ilyen kérdőívbe beépíteni. És végére maradt a portfólió, ami ugye a pedagógus körökben általában ilyen negatív felhanggal szokott jelentkezni, de itt ne arra gondoljunk, amit nekünk kell időnként megcsinálni, hanem gondoljunk arra a portfólióra, amin a gyerekek dolgoznak, egy hosszabb ideig, több tanórán keresztül is valamiféle tulajdonképpen megint csak egy produktum áll elő valamilyen témakörbe, valamilyen témához kapcsolódóan, úgy, hogy az elkészítés közben a különböző készségeik fejlődnek a tanulóknak. Összefoglalva a dolgot, azt javaslom, hogy ne ragaszkodjunk hagyományos értékelési módszerekhez, mert időnként bele fog törni a bicskánk abba, hogyha azzal szeretnénk operálni. Lehetőséghez képest bővítsük az értékelési repertoárunkat, és tegyük ezt úgy, hogy megpróbáljuk alkalmazni a digitális technológia kínálta lehetőségeket. Miközben értékelünk a digitális munkarend során, végig legyen domináns a fejlesztő, támogató jellegű értékelés, ezzel tudjuk leginkább a tanulóink fejlődését szolgálni. Mehetünk a következő diára. Csatlakoznék az értékelés témájához. Hát nem titkolom, hogy a formatív értékelés fontosságát nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Ez az, ami tulajdonképpen a jelenléti oktatásban is nagyon hiányzik, úgyhogy ha ezt visszük a digitális munkarendből majd vissza a jelenléti oktatásba, akkor már nyertünk egy csatát. Természetesen a szumatív értékelés eszközeihez is vannak alkalmazások, digitális technológiai eszközök, ugye a jó öreg Szókratív, vagy a Kahoot, amely eléggé fejlődött azért a tavasz során, az elmúlt tavasz során, vagy a Redmenta, vagy az általam kedvelt Quizizz például, és még sokat lehetne említeni. Itt arra gondoljunk, hogy ezeket az eszközöket úgy érdemes használni, hogy kihasználjuk bennük azt, hogy a digitális technológia révén sokkal több információt kapunk a diák tevékenységéről, mint tennénk a tanterembe. Tudjuk, hány másodpercet foglalkoztak az adott feladattal, ugye, melyik volt a nehéz kérdés, melyik volt a rossz kérdés, melyik kérdést tettük fel rosszul, vagy melyik lóg ki a sorból, és így tovább. Tehát ezeket az eszközöket így komplexen érdemes használni. A ilyen tesztelő
tesztelőgép funkciót azt igazából nem nagyon kedvelem, mert igazából a tanulási folyamatban nem sok segítséget ad. A végén adunk egy jó nagy, jó kicsi jegyet, de igazából a tanulási folyamatra nem tud visszahatni. Ezért fontos, hogy a formatív értékelésre is ráirányítsuk a figyelmet, miként a nagy Jedik is szokták ezt tenni, és ezért is fontos, hogy ezt valahogyan egy egyenrangú partnerként képzeljük el, tehát nem számonkérésről van szó, amelyben van egy alá-fölé rendeltségi viszony, hanem én, mint a diák munkatársa, segítek neki abban, hogy jelezzem, hogy jó irányba halad, vagy rossz irányba halad, még mielőtt elérne esetleg egy rossz helyre, vagy egy nem a legideálisabb pontra, ahol aztán már tényleg csak az van, hogy egy kettes, vagy egy hármas jelentkezik, vagy egy egyes jelentkezik. Na de vajon megteszünk-e eleget abban, hogy elkerüljük az oda vezető utat, még így is meg lehet persze, bekövetkezhetnek problémák. A formatív értékelésnél a visszajelzésen hangsúly, lehetnek hangjegyzetek, a OneNote-ba például kiválóan lehet hangjegyzeteket, lehetnek beszélgetések a gyerekek között, páros visszajelzések, társas értékelés, lehet használni ellenőrző listákat és áttekintő táblázatokat, vagy rubrikokat, ahogyan a Google tanteremben is hívják. Tehát sokféle visszajelzés lehetséges, és hát nem nyitnám meg, csak megmutatom, hogy persze ott van a játékosítás, ami egy komplexebb rendszer, de ez is hozzájárulhat a motivációhoz. Sokféle eszköz van, vannak egyéni eszközök is, egyéni pontrendszer, egyéni jutalmazó eszközök, de én itt a Klászdocsót, amit az egész kicsiknél szoktak használni a kollégák, javasoltam. És átadom Zsoltnak a szót. Kicsit előre alatt az idő, de nem szabad elmennünk a ma délután folyamán, vagy már lassan este folyamán, amellett, hogy vannak olyan területek is a digitális tanrendben, digitális munkarendben, amelyek nem olyan értelemben szorosan kapcsolódnak a tanuláshoz, a tanításhoz és a tanuláshoz, mint amelyekről eddig volt szó, hanem a gyerekeknek teljesen más irányú készségeit érintik. A közös Európai Közös Kutatóintézet, ez a Joint Research Center nevű kutatóintézet megvizsgálta, hogy a COVID-19 vírus megjelenése következtében az iskola bezárások milyen járulékos hatással voltak a tanulókra. Ugye az egyik nagyon fontos dolog volt, és ezek ugye most, amiket kiválogattunk, azok nem feltétlen a tanulást, illetve a készségfejlesztést közvetlenül érintik, hogy a szociális és érzelmi fejlődése a gyerekeknek veszélybe került, hiszen kikerültek abból a környezetből, amelyben jól megszokott társaságukban szociális ingerekenek kitéve fejlődni tudnak. Hasonlóan problémás a digitális eszközök és tartalmakhoz való hozzáférés, elérhetőségnek a problematikája, amelyről látszólag azt gondolhatnánk, hogy tulajdonképpen azzal, hogy most arra voltak egyértelmű utalva a gyerekek, minden probléma megoldódott. Ezzel szemben éppen az ellenkezőjét tapasztaltuk, hogy a digitális szakadék nemhogy csökkent volna, hanem éppen nőtt. Ami nagyon szomorú dolog, mert ez azt jelenti, hogy a most, amikor újra beköszöntött a digitális munkarend, akkor még nagyobb veszélynek vannak a gyerekek kitéve. További probléma a tanulók értékelésének és előmenetelének a kérdése, és nálunk én egyetlen egy példával hagy világítsam ezt meg. Vegyük a mostani érettségiző évfolyamot. Ugye, aki most érettségizni fog, ő már tavaly 3 hónapig digitális munkarendben próbált megtanulni, és most novembertől újra ebben a kényszerben éli napjait. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen számukra szinte egy teljes tanév kiesik, vagy kiesett a jelenléti oktatásból, amit nekünk pedagógusoknak valahogy
pótolni kell, vagy legalábbis meg kell próbálni, támogatni kell a gyerekeket abban, hogy fel tudjanak készülni az érettségre, sikeresen tudják venni az előttük levő akadályokat. És ezzel együtt, meg a korábban említett jó néhány dologgal együtt, a mentális egészség jelentősége soha nem volt olyan fontos, mint most. Erre mi pedagógusok is oda kell, hogy figyeljünk, nyilvánvalóan a szülőkkel együttműködve. És ez az odafigyelés, ez nem csak azt jelenti, amiről eddig már volt szó, hogy megpróbáljuk nem túlterhelni a gyerekeket, megpróbálunk szabadidőt biztosítani a gyerekek számára, hanem aktív módon támogatni az ilyen jellegű problémák kezelését. Nálunk, hogy említsek meg erről egy példát az iskolában, tavaly tavasszal a tavaszünet előtti utolsó tanítási nap azt találtuk ki, hogy a kollégákat megkértük, hogy ne adjanak feladatot arra a napra, hanem az legyen a feladat a gyerekeknek, hogy hagyják otthon a számítógépet, hagyják otthon a feladatokat, vigyék magukkal mondjuk az okostelefonjukat, menjenek ki a természetbe sétálni, kutyát sétáltatni, ahova, erdőbe, ahova szeretnének, ott készítsenek egy fotót, és onnan a nap végén hazatérve töltsék fel ezt a fotót, létesítettünk a Linón egy ilyen iskolai fali újságot, ez látható itt a képen a jobb alsó sarokban, ahol minden osztálynak volt egy vászna, és oda a gyerekek be tudták üldözgetni a képüket, majd a szünet után pedig elmesélték, hogy éppen ez alatt a nap alatt milyen tevékenységet folytattak. Tehát volt feladat, még digitális eszközhasználat is volt, azonban nem olyan jellegű feladat volt, hogy a gép előtt kellett üljön, kimozdultak, mozogtak egy kicsit, friss levegőn voltak, napsütésben voltak, tehát egy kicsit próbáltuk oldani ezt a monoton munkát, amit az előtte levő néhány hétben csináltak. És akkor léphetünk a következőre, Attila. Köszönöm szépen. És akkor tulajdonképpen az én részemről a mondanom végéhez közeledek, hiszen Attila már elmondta, hogy a jó iskolának a garanciája, a jó iskolának az ismérve az a pedagógusok, tanulók és a szülők hármas együttműködése, egysége, és ugye akkor, ha azt mondjuk, hogy van egy jó tantestület, az egy csapat, hogyha a jó pedagógus társaság megnyeri maguk mellé a tanulókat, akkor az egy nagyon erős csapat, és hogyha ebbe a szülők is be tudnak szállni, és a szülők is segítségül tudnak jönni, akkor egy hatékony iskolát tud működtetni az iskola, mint intézmény. Na most ugye ehhez nyilvánvalóan arra van szükség, hogy egy csapatban tudjunk gondolkodni együtt, tehát ne egymás ellen próbáljunk megtenni, hanem egymásért, és legfőképpen a tanulókért. Ehhez arra van szükség, hogy kérjünk visszajelzést a tanulóktól, kérjünk visszajelzést a szülőktől, és persze a tanároktól is, mert az is fontos, hogy a tanárok hogy érzik magukat az intézményekben. Utána ezek visszajelzések alapján pedig, ahogy azt már korábban mondtam, célszerű ezek alapján döntéseket hozni, felülvizsgálni a korábbi döntéseket. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy nagyon nehéz megszervezni az otthoni tanulást, erről Attila már beszélt, ennek lehetnek fizikai gátjai, és természetesen lehetnek érzelmi, családi problémák kapcsán is, anyagi szempontok alapján is nehézségei, ezekre nyilván oda kell figyelni a pedagógusoknak is. Idő és eszközmenedzsmentről már volt szó, és végül én azzal szeretnék tulajdonképpen elköszönni, hogy álljunk szóba egymással mi, mint pedagógusok, álljunk szóba a gyerekekkel, tekintsük őket partnernek, és álljunk szóba a szülőkkel, hiszen tőlük is számtalan olyan információt szerezhetünk, amelyet beépítve a gondolatmenetünkbe, beépítve a tervezésünkbe, biztos vagyok abban, hogy sokkal sikeresebben és hatékonyabban tudunk tevékenykedni. Köszönöm szépen, és akkor Attila, átadnám a szót neked. Így az előadásunk vége felé szeretném ajánlani a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által kínált segítségeket, tartalmakat, tehát a dpmk.hu-ra érdemes ellátogatni. Itt megtalálhatók különböző cikkek, ajánlások, gyűjtemények, megtalálható az a kiadvány, amit az előadás elején is említettem, vagy ennek a linkje, amelyet az Oktatási Hivatal adott ki. Ajánljuk a Digitális Témahét YouTube csatornáját, ahol több mint 180 videó van, és például az előbb említett
gödöllői példa, ahol a diákok képeket gyűjtöttek össze, arra alkalmas eszközöket bemutattunk az elmúlt időszakban. Két eszközt is kiemelnék, ami jó erre. Az egyik a Linoit, ezzel, vagy Linó, amivel Gödöllőn is dolgoztak, erről is van webinárium, és a másik egy kicsit korszerűbb, a Wakelet, amelyről szintén van webinárium, de még tervezünk is, mert ez szerencsére gyorsan fejlődik, és már csomó újdonság van benne. Emellett ajánljuk a Digitális Témahét online oldalát, a DTH online-t, ami kifejezetten a digitális munkarendhez készített anyagokat tartalmaz, ezt a linket elhelyeztem a chatben, és de a digitalistemahit.hu-ra érdemes ellátogatni, és itt számos dolog érhető el, például a webináriumaink, és például a Digitális Ötlettár című gyűjteményünk, amelyben projektötletek találhatók a Digitális Témahétre. És azt gondolom, hogy a Digitális Témahét egy kiváló lehetőség arra, hogy egy támogató környezetben kipróbáljuk a projektmódszert egy néhány órás projekttel, amelyhez számos ötletet és kidolgozott mintaprojektet lehet találni az oldalunkon. Tehát biztatnék mindenkit, hogy itt az ideje elkezdeni, ha már digitális oktatás van, és itt a Digitális Témahét, találkozzon ez a kettő a gyakorlatban, és a digitalistemahet.hu-n regisztrálni 1-2 perc, semmilyen adminisztratív követelmény nincsen, cserébe pályázni is lehet, nyerni is lehet, és egészen április végéig tart most ez a meghosszabbított digitális témahét. Ezzel szeretnénk megköszönni a megtisztelő figyelmet, és amennyiben kérdés van, nagyon szívesen válaszolunk.